kedves hallgatóinkat az Áldott Táj Podcast 179. adásában. Műsorvezetőink ma is Charles Tatler és... Adásunk 2023. június 4-én vasárnap készült. Hát már igen, csak készül van. Már oda kellett volna raknom a bablevet szörni. Miért nem kezdtünk időben? Tegnap egy hosszú napom volt, és ezek után megnéztem a John Wick 4. befejező epizódját. Ez jó volt? A bevételeket tekintve biztosan, filmnek szerintem kevésbé. Nehéz ilyet mondani egy akciófilmről, amiben tényleg minden percben lőnek, verekednek, kiabálnak, de rettentően unalmas volt. Ez az hogy? Pup-pup-ding-dang, az hogy lát unalmas? Hát úgy, hogy Keanu Reeves korosodásával egyre inkább Bud Spencer-i magasságokba emeli a verekedéseit, így... Elég jól látszik, hogy a kaszkadőrök jól rákészülnek a dobásokra, jól megvárják, hogy megüssék őket, és közben természetesen a háttérből figyelik a többiek, hogy mikor jönnek ők soron a pofozásra, illetve mivel vérességét megőrizte a film, várják saját kivégzésüket. Hát ez nem hangzik valami jó, de biztos kárpottó szerint a sztori. Hát nem ez a sztori az, ami meg fogja rengetni a történelmet. Végül is a film bebizonyította, hogy a leghosszabb, amit egy sorozatból ki lehet hozni, az a három rész, tehát mindennek ezért van maximum trilógiája, ami jól sikerült, és hogy néz ki az, amikor írnak egy negyedik részt is hozzá. Ezért van olyan trilógia, ami csak a harmadiknak kezdődött, és mégis jól sikerült. Na igen, de amikor a Star Wars-nak megcsináltak a negyedik, vagyis első részét, kiderült, hogy ott is jó lett volna a bajni a harmadiknál. Tehát akkor a sok rajongót maradt volna film nélkül. Kérdezd ezt a sok csalódó Star Trek rajongót. De inkább beszéljünk valami másról, mi nem szoktunk filmeket elemezni. Pedig ahhoz is biztosan nagyon jól értenénk, mint annyi máshoz. És ha már filmnézés, akkor ajánlanék egy izgalmas technológiai változásokról és felfedezésekről szóló filmecskét, de ne túl bonyolultat, mert nem szeretném megterhelni a hallgatóinkat. A show notes-ba bele fogom rakni a Micromouse fejlődéséről szóló isfilmet, amiben nagyon izgalmas a mű, ahogy bemutatják a robotok fejlődését. A Micromouse az nem a macskafogóban volt az egereknek a szoftver cége? Biztos az is lehetett volna. Ez viszont egy olyan verseny, amit már majd 50 éve megrendeznek évente, a világban, és az a feladat, hogy egy teljesen autonóm, külső beavatkozás nélküli robot egér végig tudja menni egy labirintusba, méghozzá a lehető leggyorsabb idő alatt. De hát ez nem bonyolult, fogja magát, aztán megy, akkor sajtópészta, ott van a helye, miért nehéz. Normál esetben nem is lenne nehéz természetesen, hiszen az átlagos labirintusok, amiknek egy bejárat és egy kijárata van, könnyen megoldhatóak úgy, hogy falkövetéses technikával mindig egy adott falon menve megtalálja a kiutat. Ott már csak a sebesség számít, hogy milyen gyorsan tud menni. Ennél a Micromouse versenynél azonban ezt felismerték, és a kisfilmben nagyon jól bemutatják, hogy hogyan próbálták egyrészt az egyre okosabb egereket egyre jobban kijátszani, másrészt begyorsítani, nem csak a kereső algoritmust, hanem magukat, az egereket is. Hát kicsit megemeled a motor feszültségét, meg könnyíted, aztán majd az gyorsabban, nem? Hát kezdetben ennyi elég volt, de későbbiekben már sokkal szofisztikáltabb dolgokkal kellett kísérletezniük. Például a jelenlegi Micromouse-ok jelentős részében a leszorító erőhöz, illetve hát annak a növeléséhez külön ventilátor van, ami az egérke súlyának ötszörösével szorítja a padlóhoz a kerekeket, hogy gyorsabban tudjanak fordulni. De kioptimalizálták már kereső algoritmusokat úgy, hogy nem csak a labirintus falán levő, hanem a labirintus közepén levő helységeknek a megtalálására is alkalmasak legyenek, hiszen a falkövető technikák erre nem alkalmasak, valamint arra is, hogy a bejárás során ne a legrövidebb utat, hanem a leggyorsabbat, ahol ki tudják használni például az egyenesekben megszerzett sebességeket, és kevesebbet kell kanyarogni, válasszák az egerek, valamint még arra is gondoltak, hogy a különböző motorok használatával, tehát az eredeti
egyszerű szervomotorokat már fokozatmentes motorokra cserélték, megfelelő íveken tudjanak kanyarodni az egerek, annak megfelelően, hogy hogyan jön ki legoptimálisabban a sebességük, hiszen a cél a minél gyorsabb célbaérés, és izgalmas látni, hogy a korábbi nagy tejfölös dobozméretű egérkékből hogyan csökkent tenyérbe elférő kis cikázó valamiké a mini robot. Ez azért is érdekes, mert az evolúciója az egereknek pont fordító. Hogy érti ezt csinálni? Hát, hogy amikor beköltöznek a házba, akkor még pici, de amikor a meglőnek, nagy lesznek a pocit. Ráadásul akkor nem gyorsulnak, hanem lassulnak. És akkor jövök én a pocissal. Hát Csüni néni már megint a takarításnál tart, amire nem lenne szükség, hogyha nem potyogtatná állandóan a nápolyi morzsát. Már aztán igazán nem tehetek, hogy annyira morzsálódik. Hozzál állam a rendelete, vagy perejbe. Ez a pereskedés, ez nem az én világom, bezzeg Amerikában. A Marylandi iskolakerület beperelte a Metát, a Google-t és a TikTokot is, mivel véleményük szerint ők felelősek a gyerekeket érő mentális egészségkárosítás miatt. Hát, ha ilyenek miatt lehetne terelni, akkor szeretnél felvenni a listára a Klebensberg Kuno intézmény szentartó központot is. Sünni néni, ez Amerika. Nálunk erre nincsen lehetőség. Ők egyébként azt találták ki, hogy a gyerekek számára nagyon káros az a módszer, ahogy engedélyezik a regisztrációkat, valamint nem biztosítanak megfelelő kontrollt a szülők számára a gyerekek tevékenységének felülvizsgálatára. Nem kell nekik gépeket adni. Azt majd jó dolgoznak a nélkül. Hát Sünni néni tudhatná, hogy manapság a gyerekeknek már szinte mindenük, házi feladat, sőt, gyakran oktatási anyagok is csak interneten érhetőek el, emellett pedig nagyon nehéz kontrollálni az ő egyéb hozzáférésüket, hiszen a böngészőben kellene keresgélniük, hozzá kell férni, az anyagokhoz be kell lépniük különböző weboldalakra. Ezt még nekem, aki viszonylag jól ért a technológiához is nehéz megoldani, pláne olyannak, akinek egyébként nem erős a digitális írás tudósága. Én ezt értem, csak közben miért mutogatsz rám? Ha megnyugtat, közölhetem veled, hogy nem csak a digitális írás tudásommal van baj. Jó? Egyszerűen az én méretemben nem lehet kapni könyveket. Meg különben viselat vagyok, nincsenek ujjaim. Amikor gépelek, akkor két kézzel és egy orral tudom használni csak a billentyűzetet, az egyére pedig egyenesen rá kell használnom. És a hátsó lábaimmal tologatom, a két kezemmel pedig gyomkodom a gombjait. Így azért tényleg nehéz digitális írás tudást szerezni, mert közben ugye nem látom a monitort. Tehát ezt a pert valamennyire meg tudom érteni, viszont furcsának találom azt, hogy miért csak ezeket a cégeket kellett beperelni, miközben a Microsoft íresen rossz gyermek felügyeleti eszközöket volt képes összerakni, és természetesen pont azokon a gépeken érhető ezzel, amelyeket a gyerekek általában tanuláshoz használnak. Innen aztán nehéz nyerni. Biztosan túl sokat adózik abban az államban a Microsoft, őket nem akarják piszkálni. A többiektől pedig ezen a módon fogják az adókat beszedni. Ezzel a Microsoft kibújik ez a kötelesség alól. Ha már kötelezettségek alól kibújás, akkor mindenképpen szeretném megemlíteni a Metát, ami a héten elkezdte blokkolni a kanadai hírszolgáltatásokat, méghozzá azért, mert ott nem sokára az úgynevezett Online News Act törvény fog életbe lépni, amely arról szól, hogy azok a cégek, akik a helyi hírforrásoknak az anyagait felhasználják, azok kötelesek azért fizetni. Nem mondod, szolgáltatásért fizetni? Hát eszüknél vannak ezek? Bár valami azt szólja, hogy minthogyha a Metának is az
szóval lenne az üzleti modellje, nem? De igen, ugyanakkor más dolog pénzt beszedni és más dolog pénzt kiadni. Izgalmas, hogy erre mit fognak a kanadaiak reagálni, hiszen azzal, hogy letiltanak egy szolgáltatást, gyakorlatilag megzsarolják az országot, illetve a hírszolgáltatásokat annak a visszaállítására. Nekem ez nagyon úgy tűnik, hogy ők értem, azt lábon lövik önmagukat, nem? Miért gondolja Sünni néni ezt? Hát az a helyzet, hogy most az a bajuk, hogy a hírszolgáltatók Kanadában nem kapnak pénzt azért, hogy a híreiket megjelenítik a Netán meg a Google keresőben. Na már most azzal, hogy emiatt bevételtől esnek el, nagyon-nagyon-nagyon sajnáljuk, de egyetértünk, ez valóban probléma. Viszont abban a pillanatban, hogy nem jelennek meg a keresőben, és nem jelennek meg a hírportál, akkor gyakorlatilag elvesztik azt a közönséget, amit egyébként eddig sem fizetős közönségük volt, de gyakorlatilag feledésbe fognak merülni, és még rosszabb lesz az átkattintási arányok, hiszen nincs mire átkattintani. Igen, az még nem tudom elképzelni, hogy valamilyen szolgáltatót arra kötelezzenek, hogy egy másfajta szolgáltatást nyújtson, mint amit ők akarnak, akkor, amikor egyébként ez náluk nem rentábilis. Tehát, ha arra kötelezné esetleg Kanada a nagy cégeket, hogy már pedig helyi híreket is megjelenítsenek, és egyébként azt pénzért tegyék meg, akkor az valamiféle állami monopóliummá és adóvá silányodik. Itthon nem akarnak bevezetni egyébként hasonló jogszabályt? Nagyon örülnék, hogyha néhány hírforrás eltűnne a csatornákról. Persze, Sünni néni meg annak is örülne, hogyha néhány csatorna eltűnne, ugye? Persze, ezek a csatornák jobb, ha lefolyóba végzik, hiszen amit adnak, az amúgy is odaérik. Na de hírünkre visszatérve, ez a protekcionista lépés nem egyedi a világtörténelemben, hiszen Ausztráliában volt hasonló, körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor egyébként a Meta minden hírforrást teljes egészében blokkolt, és ennek komoly visszhangja támadt, hiszen az állami szervezeteket, sőt, sürgősségi szolgáltatásokat is blokkolták. Most ezt a hibát nem akarják elkövetni, így már csak egy kérdés marad, hogy azzal, hogy a nagy szolgáltatók egy adott országra vonatkozó híreket megszüntetik, az ottani felhasználók számára jelente ez akkora problémát, ami miatt elpártolnának a szolgáltatótól? Avagy a Meta, avagy a Google fogja-e más forrásokból származó hírekkel feldúsítani a hírfolyamot? És ha igen, jó lesz-e ez? Hogyan lesz elfogulatlan a média úgy, hogy egyébként a forrásokat azok a cégek tartják majd a kezükben, akik például választások befolyásolásával kapcsolatban már korábban be voltak perelve. Hát eddig is azt mutogatták, amit akartak, ráadásul milyen médiából válogathattak. Hát, ennél még az is jobb lenne, hogyha valami afrikai országban gépelnék be a magyar híreket. Érdekes, hogy Sünnéni pont egy afrikai országot említett. A Meta ugyanis éppen most vesztett el egy pert Kenyában, méghozzá azért, mert moderátorokat az ország törvényeivel ellentétes módon bocsátott el tömegesen. Illetve hát nem is ők, hanem egy olyan cég, aki a Meta számára ezt a szolgáltatást biztosította a helyi munkaerő bevonásával. A Samo egyébként etióp, ugandai, szomáliai és dél-afrikai munkaerőket is közvetített méghozzá moderációs szolgáltatásokra a Metának, akik jogsértő, de erőszakos, gyűlöletkeltő, félrevezető tartalmakat voltak kénytelenek moderálni. Annyira kegyetlenek, hogy az azt végzőket gyakran PTSD-vel diagnosztizálják, és nem tudják túl sokáig vinni ezt a munkát, mert rettentő terhelést ró rájuk. Ez engem két okból szomorít el. Az egyik az, hogy szegények elvesztették a munkájukat, a másik pedig az, hogy az emberiség olyan, hogy erre a munkakörre egyáltalán szükség van.
Meg jó, hogy egyszerűen vagyok. Néha irigylem is. Minden esetre ebben a perben még nem látjuk, mi lesz pontosan az ítélet, de az biztos, hogy elég komoly precedens teremt arra, hogy ez a fajta burkolt foglalkoztatás és alvállalkozókon keresztüli törvények aluli kibúvás mennyire működhet az afrikai kontinensen. Jó van, tehát ez egy nagy kontinens, biztos nem lesz több ilyen. A Meta és a Sama jelenleg két másik perben is érintett Kenyában, méghozzá ennél súlyosabb vádakkal, emberkereskedelemmel, szakszervezeti törvény megsértésével, és természetesen mi mással, mint kedvezőtlen foglalkoztatási feltételekkel. Ez utóbbi kiváltképp amiatt fontos, mert a peranyagok szerint nem nyújtanak megfelelő támogatást az alkalmazottak számára a munka miatti pszichikai stressz enyhítésére, annak következményének kezelésére. Ez még mindig csak Kenyán, hát más országban nincs semmilyen probléma. Hát Etiópiában még tavaly decemberben nyújtottak be egy indítványt, amelyben a Meta elmarasztalását kérik, méghozzá a Facebook biztonsági korlátainak az elégtelensége miatt, ott pedig nem kevesebb a vád, mint a tigrai háború kirobbantásában játszott szerepük, amelyben 500 ezer etiópiai halt meg. Remélem, jó ügyvéreik vannak, és eltaszálják őket, ahogy kell. Na, ha már ügyvédekről van szó, evezzünk is valami komolytalanabb témára át, mert ezen vicceskedni nincs kedvem. Amerikában egy ügyvéd, amikor egy kolumbiai légitársaságot perelt be, egy apró technikai problémát vétett. Nem, tartalmi problémáról van szó. Belecsomagolt az azonnal? Ráadásul szonkás szendvicset? Egy kicsit másról van szó. Az anyagot ugyanis ChatGPT-vel készítette elő, így az anyagban idézett korábbi precedensek mindegyike kitalált volt. De hát, azt meg én is tudom, hogy meg kell nézni minden állítását, hogy valós-e. Természetesen ezt meg is tette az ügyvéd, megkérdezte a GPT-t, hogy valósak-e az általa felhozott ügyek, amire természetesen GPT azt mondta, hogy hát persze. De akár lehettek volna valósak is, nem? Az ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy nem volt tisztában annak a lehetőségével, hogy a generált szöveg tartalma hibás lehetne. Nem olvastál az apró betűt, biztos romlik a szemem, mint nekem. Hát pedig neki ugye ez kéne, hogy legyen a szakmája. Minden esetre most őt levették az ügyről, és ezzel, ha nem is a légitársasági ügyben sikerült precedens teremteni, abban viszont igen, hogy a bíróság megtiltotta mindenféle ChatGPT és textgeneráló használatát arra, hogy joganyagokat gyártsanak vele, valamint kötelezte a beadványokat, benyújtókat, hogy mindenképpen fel kell tüntetniük későbbiekben, amennyiben bármely anyag, bármely része így készült. Nagyon helyes kérdés, hogy ők ezt ChatGPT-vel iratták-e meg, vagy kézzel, és ha igen, akkor feltüntették-e rajta, hogy a ChatGPT-vel készült, hiszen manapság már nem tudnak a segédeik nélkül megvenni ezek az emberek. Ha már szóba jöttek a segédek, egy rövid időre visszakanyarodnék a Microsofthoz, aki nemrégiben bejelentette, hogy meg fogja szüntetni a Cortana támogatását. Nem azt sírunk. Hogy se tudok magyarul? Kikapcsolni is alig lehetett. Na, ez mi lesz helyette? Természetesen az várható, hogy ezt a szolgáltatást majd a Bing GPT megoldásával fogják helyettesíteni, ami valószínűleg vagy a Copilot, vagy valami más hangzatos néven fog működni. Hát volt a Cortana, most van a Copilot, aztán lesz a Comarnik, nem? Köszönöm, hogy megosztotta a gondolataink felünk, Sini néni. Talán inkább menjünk tovább. Sokat beszéltünk már arról, hogy mennyire buták ezek a mesterséges intelligenciák, de nem említettük azt, hogy
valójában vannak olyan használati esetek, amikre nagyon is hasznosak lehetnek. Hát jogásznak biztos nem jó. Mire jók akkor? Falat nem tudnak rázni, körművet majd biztos nem. Akkor milyen árufát öltesz a szempályosan alkalmazszak? Mit tudtál hozni, amire jók mégis? Egy specializált mesterséges intelligencia segítségével kanadai és amerikai kutatók képesek voltak az Acinetobacter baumani sebfertőzésért és tüdőgyulladásért felelős mikrobá ellen kifejleszteni egy olyan ellenanyagot, amely minden eddiginél hatékonyabb a mikroba elpusztításában. Tehát a mesterséges intelligencia két kicsi kezével kitevert ezt a izét, és akkor berakta a mikrobába, aki meg megpusztult. Ennél azért hagyományosabb volt a megoldás. A mesterséges intelligencia csupán, idézőjelben, megvizsgálta 6700 különböző lehetséges ellenanyag és a mikroba hatását szimulációban, majd kiadta azt a 240-et, amely a megítélése szerint legjobban alkalmas a mikroba elpusztítására. Ezt a 240 darabot lényegesen gyorsabban és egyszerűbben tudták kutatók hagyományos módszerekkel sejttenyészeteken kipróbálni, és úgy tűnik, hogy az abaúcin nevű hatóanyagot már be is jegyeztették ellene. Nyilván klinikai vizsgálatokra még várni kell, hogy ezek az eredmények elfogadhatóak legyenek. Még bennáznak, elég csak megkérdezni a ChatGPT-t, hogy jó-e az út, az meg majd megmondja jól. Azt hiszem, ebben az esetben talán inkább bíznak abban, hogy kézzel elvégzik a vizsgálatokat. És ez az acinetobacter baumani, ez most akkor ez nekünk miért jó? Hát még sose hallottam róla. Hát ez éppenséggel nem jó nekünk, mármint hogyha megfertőződünk vele, ugyanis a WHO ezt tartja az egyik legveszélyesebb úgynevezett szuperbagnak, amely ellen eddig nem volt semmilyen hatékony védekezési forma. Azzal, hogy így leszűkítették ezt a vizsgálati halmazt, akár több évnyi előnyt is tudtak szerezni a hagyományos gyógyszerkísérletekkel szemben. Szuper! Volt még valami nagyon hasznos hír, vagy mehetek már főtni a bablába? Ennek az adásnak az utolsó témájaként egy kicsit könnyedebb vizekre ügetnék méghozzá négy lábon. Az nekem is belát, mondja, hogyan? A Google DeepMind nemrégiben bemutatta a legújabb vizsgálati eljárását, ami arra szolgál, hogy a négylábú robotok működését ellenőrizni tudja. Milyen négylábú robotoké? Hát nem a kétlábú robotoké a jövő? Olyan lesz a Tesla bot is, nem? Ugye a Tesla bot az, mivel kétlábú lesz, könnyen el fog botlani. Pedig a Boston Dynamics már bebizonyította, hogy a négylábú robotok lényegesen agilisabbak és jobban kontrollálhatóak nehéz terepen. Emiatt a Google úgy döntött, hogy koncentrál a négylábúak fejlesztésére, és erre kialakította az új programját, amellyel be tudja vizsgálni a működési feltételeiket. Méghozzá a lehető legjobb analógiával. Megcsináltak, még kézlábra ereszkedtek, és ők futkároztak szanaszét, aztán azt próbálták utánozni a robotokkal. Hát majdnem. Ehelyett egyébként azt csinálták, hogy akadálypályát készítettek, majd ezen az akadálypályán egy valódi kutyát futtattak végig, és ezen fogják bemérni, hogy a robotok mennyire tudtak megfelelően teljesíteni. A kiértékelési szempontokat is viszonylag egyszerűre vették, 0 vagy 1, annak megfelelően, hogy a robotnak sikerült-e elvégezni azokat a mozgásokat, amiket a kiskutya, ami a felvételen egy nagyon aranyos fiatal tacskó meg tudott csinálni. Értem már, ha egy kis tasznyos tacskónak sikerül, akkor a robotnak is meg kell tudnia csinálni. És mégis minek hívják ezt az újfajta kísérletet? Úgy látszik, a kreativitásuk nem állt meg ott, hogy feltalálták, hogy a kutyákat kutyához hasonlítják, de a hangzatos Barkor nevet adták a pályának, ami magyarra elég nehezen fordítható, mondjuk
Hova ugrálásnak tudnám nevezni? Csak úgy kutyafuttában csinálták, mi? Mint ezt az adást. Igen, egy kicsit nehéz volt ezt most összehozni, és egy kicsit siettem is vele. Nem nagyon sikerült, mert a bab már sétázott azóta. Köszönjük, hogy kitartottatok mellettünk, és örülünk, hogy ismét hallgattatok minket. A megnövekedett gyártási idő miatt egyébként a továbbiakban csak két hetente fogunk jelentkezni, Benedikter és Nénivel hármasban, így egy kicsit most meg fognak ritkulni az adásaink. Amennyiben mindenképpen szeretnél hallgatni minket hetente, kérlek jelezd e-mailben, Discordon vagy személyesen, és megnézzük, mit tudunk ennek érdekében tenni. A jövő héten tehát ismét jelentkezünk, addig hallgassatok minket, lájkoljatok, szeráljatok, értékeljetek 5 csillagra, csatlakozzatok Discord szerverünkhöz, és küldjetek visszajelzéseket. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, a Mátor Pájtok Pászlátok.